Köszönöm a szót, tisztelt miniszter úr, amit önök csinálnak, az játék a számokkal. De amelyennél sokkal-sokkal tragikusabb, játék az emberek életével. Önök mindig statisztikai számokról beszélnek, de a statisztikai számok mögött emberek vannak. Többször elmondtam már, nagymamák, nagypapák, édesapák, édesanyák. Önök az elmúlt időszakban és leginkább nyáron mondja meg nekem, hogy mi a fenét csináltak. A balcsizáson, a jaktozáson, az adriázáson kívül. Miért nem készítették fel az egészségügyet arra, amit most zajlik? Szeptemberben még a legrosszabb forgatókönyvként vázolták fel azt, ami most történik Magyarországon. Miért nem tettek intézkedéseket, miért nem készítették fel az embereket? Hamis biztonságérzetet adtak az embereknek, miniszter úr. Szilágyi képviselőtársam elmondta, hogy ő mit mondott itt a parlamentben. Hogy ez csak egy enyhe influenza. Vagy mit mondott a tiszti főorvos a maszkról, hogy az inkább rosszat tesz, és inkább elősegíti a vírus terjedését. Most pedig kötelező maszkviselés van. És hamis biztonságérzetet teremtett az is, hogy több tízezer embert engedtek be stadionokba. Csak azért, mert a miniszterelnöknek ez a hobbija. Önök számokkal dobálóznak, és Ausztriát tekintik laboratóriumnak, de az a rossz hírem van, hogy Ausztria védekezésben valóban előttünk jár. A járvány terjedésében nálunk sokkal, sokkal rosszabb a helyzet, ha megnézzük az elmúlt két hétben a halálozási számokat, vagy megnézzük, hogy hányan kerültek kórházba. És itt van a megélhetési válság, ami egy másik hatása ennek a vírusjárványnak. Önök szűkmarkúak, és keveset adnak az embereknek. Lehet, hogy sokan nem vesztették el az állásukat, de kevesebbet keresnek. Mert az önök által elfogadott munkatörvénykönyv módosítása miatt munkaidő keretben ledolgozzák azt, amit éppen kiesik az életükből, mert a szabadságuk már elfogyott, nem kapnak túlórapénzt, nem kapnak műszakpótlékot. A munkanélküli ellátás megalázóan kevés, mind időben, mind pedig összegében. Tisztelt miniszter úr! Amit pedig tettek a gazdaság érénkítés tekintetében, azt valóban azt látjuk, amit itt hallottunk már, hogy több ezer milliárd forinttal támogatják meg az oligarcháikat. Őket segítik, a magyar emberek felé pedig szűkmarkúak. És mindeközben napról napra csodálkoznak rá élethelyzetekre, amit már rég meg kellett volna oldaniuk. Müller Cecília, tiszti főorvos, pénteken csodálkozott rá először arra, hogy sokan lázcsillapítóval mennek dolgozni. Mert nem merik bevallani azt, hogy betegek. Miért nem merik bevallani? Mert 60%-os táppénzt kapnak, a fizetésüknek a 60%-át, ha véletlenül bebizonyosodik róluk, hogy Covid-dal fertőzöttek, és karanténba kell menniük, vagy éppen gyógyulniuk kell. Hányszor kell még elmondanunk itt a parlamentben önöknek, hogy legalább erre az átmeneti időre, akit Covid-dal igazoltan bizonyítják, hogy Covid fertőzött, kapja meg a 100%-os táppénzt, ezzel is lehetne csökkenteni a járvány terjedését. És tisztelt miniszter úr, válaszoljon arra a kérdésre, hogy hány ember életet ment meg az alaptörvénymódosítás. Hogy önök a közpénzlopást alaptörvénybe emelik. Hány ember életet ment meg a választójogi törvénymódosítása. Árulják már el. Hány dolgozónak jut több pénz azért, mert most ezeket a jogszabályokat módosítják. Miért van az, hogy vállalkozók órákon keresztül bogarázták a kormányrendeleteket, mert össze-vissza irogattak bele mindent? Minden képviselőtársam el tudja mondani, hány telefont kapott, hogy végül is most mit kell csinálni? Mi a szabály? Érdekes módon az alaptörvénymódosítás, választójogi eljárásról szóló törvénymódosítás szövegét, azt olyan pontosan meg tudták fogalmazni. Miért nem koncentrálnak az emberi élet védelmére? Miért nem koncentrálnak arra, hogy átvészeljék a magyar emberek ezt az időszakot? Ezek azok a dolgok, amivel pontosan azt bizonyítják, hogy önöknek még mindig sokkal fontosabb a hatalom, mint az emberek életének megmentése. Szégyeljék magukat. Köszönöm.